75 éve lakom itt, csak 75 éve itt születtem, itt jártam óvodába, iskolába, mindenhol. Amatőr vagyok, nem vagyok kertész, nem vagyok burkoló, nem vagyok kivitelező, de hülye nem vagyok. A patakmedret ugye megcsinálták, egy olyan patakmedret, amely 44 km hosszú a Rákospatak. Ennek egy közbűső szakaszát jóvá teszik. Mennyire hasznos ez a pataknak, amelyik Gödöllőtől indul és a Dagástranál folyik a Dunába. Mit fog használni ez, amire egy csomó pénzt most kiadunk, megerősítjük a partfalat, a medret kicseréltük. Egy ilyen kis szakasz, attól még a víz onnan folyik és oda megy le. Csak elszórtuk a pénzt, ez itt a kérdésem. Közbeszerzési pályázat kiírásában, amelyet tudomásom szerint az önkormányzatnak az illetékes részlege készített, abban olyan igények vannak, amelyre egy pályázó jelentkezett. A pályázónak egyébként a társaság, aki erre pályázott, annak a 2020 ben a bevétele főleg gombatermesztésből és kertészkedésből származott. 470 millió forintról beszélünk bruttóban. Nyilvánvaló, megnéztem, vannak alvállalkozói, elsősorban kertészetek. Ráadásul az éves árbevétele nem haladta meg soha a 200 millió forintot, most megnyert egy 470 millió forintos közbeszerzési pályázatot. Az 1,435 folyométer beton kertiszegély, stabilizált kavics burkolatát, minden, ami fel van sorolva, ez miért van, vagy ki kérdezte, vagy miért nem tartottuk egy lakossági fórumot, ahol elmagyarázzák ezeknek a szerencsétlennek velem együtt, hogy ez miért lesz jó nekünk. Mindig nem tudjuk, hogy mikor fejezik be ezt a fajta részt, ugye, mert ugye a tervben az van benne, hogy majd a kerékpárutat, vagy a futóutat, majd egy következő pályázatban. Ez idegesít, hogy mi az, hogy egy következőben 470 millió forint. Ráadásul mondom, itt van a példa, kell egy kicsit odébb menni a másik kerületbe, megcsinálták térköz pályázatban. Pályáztak, és csak 100 milliós támogatást kaptak. Nem 300-at, 100-at, és 270-et tettek mellé, vagy 240-et. Nem értem, tehát az zavar engem, meg minket, hogy felelőtlenül megkérdezés nélkül kitalált valaki valamit, amit nem ő használ. Miért? Fölöslegesen szórjuk el a pénzt, és nincs hasznára azoknak, akiknek ők azt mondják, hogy adnak valamit, és majd ide fognak állni, és fotókat fognak készíteni, hogy ezt is megcsináltuk. Miközben Zuglóba mindenki belerúg. Ez a baj, ez a probléma.